Sziasztok! A tippek, trükkök, ezer apró ötlet mai adásában a papír satírozó hegyezéséről lesz szó. Az apropóját az adta a témának, hogy múlt héten, amikor a rajzklubra készítettem elő az eszközöket, eszembe jutott, hogy nagyon-nagyon sokszor kérdeztétek tőlem azt, hogy ha ez az eszköz elkoszolódik, akkor hogyan lehet tisztítani, hegyezni, újra használhatóvá tenni. Ugye most erről fogom beszélni, ezt fogom bemutatni, megmutatom azt, hogy hogyan lehet kiegyezni, hogyan lehet megtisztítani, illetve azt is, hogy hogyan nem lehet, mert inkább csak tönkre teszitek vele ezt az eszközt. Az egyik dolog, amire biztosan szükséged lesz, az egy sima fehér lap. Egy kicsit koszos a vége, egy ilyen sima lapon elkezdem ledörzsölni róla ezt a grafitot, és ezt addig csinálom, amíg elhalványul az a nyom, amit a papíron hagy. Közben ugye forgatni kell ezt az eszközt, hiszen a végén nem egyformán koszos. Van, ahol koszosabb, van, ahol kevésbé koszos. Hogy forgatod a lapon, látod azt, hogy hol fog még. Itt már ugye nem fog. Kicsit forgatom, itt megint elkezdi koszolni a papír, tehát itt még egy kicsit dörzsölni kell róla. A hátrány ennek a módszernek, hogy nagyon sokáig tart, főleg, hogyha van már egy ennyire elkoszolódott papírsatírozó, akkor erről, mire ledörzsölöm az összes koszt, hát az nagyon sokáig tartana. Hogy ezt a tisztítást gyorsabban meg lehessen csinálni, jó, ha kéznél van egy csiszoló papír, valami nagyon-nagyon finom csiszoló papír, mert ha ezen ugyanezt a dörzsölést elkezdjük csinálni, akkor sokkal hamarabb leszedi a koszt róla. Ilyenkor érdemes még visszamenni a papírlapra, és a maradékot, ami esetleg még rajta van, azt ledörzsölni, illetve a csiszoló papír, azt majd meg fogjátok látni, hogy kicsit felborzolja ezt a papírt, ennek a végét, és a papíron dörzsölés az megint szépen elsimítja. Ezt a csiszolópapírt egy barkács áruházban vettem, ehhez a kézi csiszológéphez árulják, ami a lényeg, hogy 240-es finomságú, tehát ilyen vagy ennél nagyobb számot látsz, akkor az jó lesz. A legbiztosabb módszer ez a csiszolópapír, fehérpapír kombináció ennek az eszköznek a tisztítására. De mindig felmerül ez a kérdés, hogy lehet-e hegyezni, hiszen ez nagyon hasonlít a ceruzához, tehát így ösztönösen kínálja magát, hogy bedugjuk egy hegyezőbe. Nézzük akkor meg, mi történik, hogyha egy sima kézi hegyezővel próbáljuk kihegyezni. Az első kérdés az lesz, belefér-e a hegyeződbe a papírsatírozó. Amit a kezemben tartok, ez egy közepes méretű, van ennél vékonyabb, van ennél vastagabb, azaz olyan méretű hegyezőnek kell lennie, amilyen méretű a papírsatírozód. De mielőtt bevásárolsz 80 féle méretű hegyezőt, nézzük meg, hogy mit csinál egy sima kézi hegyező a papírsatírozóval. Eleve már most látszik, hogy nagyon gyűri, meg nagyon nehezen megy benne. Nem is gyötröm tovább, hát ezt csinálja. Teljes mértékben szétszedi. Erre most mutatok egy közelebbi képet, teljesen szétszedte a papírsatírozót. Viszont ami még szóba jöhet, az az asztali tekerős hegyező. Ebből olyat érdemes választani, ami többfajta méretű ceruzát képes befogadni, hiszen lehet, hogy egy vastagabb ilyen papírsatírozód van, és akkor ezt nézzük meg, hogy mit csinál vele. A hegyezőt azt a leghegyesebbre állítottam. Ez már nem szedi szét a hegyét, hanem szépen leszette, főleg itt az oldalán a koszt róla. Egy kicsit bolyhos lett, tehát egy picit fölborzolta a papírt ez is. Úgyhogy utána mindenképpen szükség lesz még a papírra, a sima papírlapra, amin eldolgozzuk ezt a bolyhosságot. És amit még lehet látni, hogy egészen a végéről onnan nem szedte le. Lehet próbálkozni még, hogy jobban benyomom, tovább tekerem, hegyesebbre állítom, de az volt a tapasztalat, hogy általában azért a végén csak ott hagy egy kicsit, tehát azt mindenképpen le kell dörgölni róla a papírlapon. Az oldalát azt szépen lepucolta. Úgyhogy ez az asztali tekerős hegyező, ez ha van, akkor nyugodtan használjátok, főleg, hogyha nagyon-nagyon elkoszolódott a papír satírozód.
Ez például szénrajzok után, vagy paszterrajz után, akkor ugye az egész oldala tiszta szín, akkor érdemes bedugni ebbe a asztali hegyezőbe, asztali tekerős hegyezőbe, és legalább a nagyját leszedni róla. És egy utolsó trükk, ha a vége nagyon elnyeklik, már nagyon puha, vagy nagyon-nagyon hegyes, akkor ezt érdemes egy ollóval levágni egészen itt a végén. És akkor egy picit tompább lesz ez a papírsatírozó, de tökéletesen betölti a funkcióját, azaz lehet vele elkenni a grafitot, porpasztelt, szenet, vagy éppen amivel rajzolsz. Ez volt a mai filmünk. Amíg nem ismered ezt az eszközt, és kíváncsi vagy, hogy hogyan működik, meg mire lehet használni, akkor nézd meg az erről szóló videoblogunkat.